Városfejlesztés, átadták az új épületrészt. Lombkoron a tanösvény épül Karcagon. Jó tanácsok a kánikula idejére. Nincs panasz a látogatók számára. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Befejeződött a Kátai Gábor Kórház volt fertőző épület részének a részleges felújítása, amint egy 134 millió forintos beruházást június 30-án adták át. Az ünnepségen részt vettek a kivitelezők, a fenntartó képviselői, a kórház és a város vezetői. A megjelenteket dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter levélben köszöntötte a Semmelweis nap alkalmából. Nagyné László Erzsébet főigazgató avató beszédében felidézte az épület felújításának elmúlt fél évét, majd Dobos László polgármester és Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke is arról szólt, milyen jelentős fejlesztések történtek már eddig is a kórházban, és most ez a régi, egykori fertőző épületrész is megújulhatott. Majd a egészségünkben minden előrelépés nagyon-nagyon fontos, és nekünk különösen fontos, hogy a város kórháza fejlődjön, és ez boldogsággal felhívhatóság bennünket. Örülök, hogy a kórház vezetése bátran vállalkozik mindenféle olyan újítása, ami előre viszi a kórházban dolgozók életét, a betegek gyógyulását segíti, bátran pályáznak, és gratulálok ennek a nem könnyű feladathoz. Környék, és nem csak a város, hanem a környék egyik legjobb munkai közössége itt van a Kátai Gábor kórházban. Én tudom azt, hogy az itt dolgozók, ha kell, gyógyítanak, kezelnek, táncolnak, zenélnek, énekelnek. Én azt gondolom, hogy a legjobb közösség itt van, ide mindig örömmel jön az ember, kivéve, hogyha beteg, de ha beteg is, akkor is örömmel jön, hiszen tudja, hogy meggyógyul, jól kezekben van, és feltöltődik. És amikor egy ilyen ünnepi alkalom van, ez kifejezetten jó, kifejezetten örömteli, hiszen gazdagodik a város, gazdagodik a térség, és jobb lesz az egészségügyi ellátás. Mint elhangzott, a jövő héten már átköltöznek a felújított épületrészbe a főépületből az ápolási és a krónikus osztály betegei, akiknek minden adott lesz a megszépült új környezetben a nyugodt pihenéshez. Néhány szóban a műszaki tartalomról. Tapos tetős az épületrész, nyilván nem lehetett rá magas tetőt tenni, de egy 20 cm-es új szépelést kapott. Megújult az elektromos hálózat, megújult a társzállózat, a fűtési rendszer, és hát majd nyilván a rendezvény követően egy bejárás alkalmában mindenki láthatja, hogy milyen új kórtermeink lettek, és milyen új nővértartózkodóink, illetve a betegek mind megfelelő ellátását szolgáló mostatásra és főzőkonyhára mindenre alkalmas helyiségek ki lettek alakítva. Az avató ünnepség után a kórház Semmelweis napi ünnepsége volt, ahol főigazgatói dicséreteket és elismeréseket is átadtak. A műsorban közreműködtek a Kátai Medisong és a Dériné Toporgók néptáncosai Kunni Nánási Mónika vezetésével. A karcagiak által rendszeresen látogatott és a sportolásra kiválóan alkalmas erdei futópályát részlegesen lezárták egy lombkorona tanösvény építése miatt. A karcagi parkerdő jelenlegi létesítményei az idei évben a NEFAG ZRT fejlesztéseinek köszönhetően egy különleges lombkorona tanösvénnyel és erdei kiránduló hellyel bővülnek. Az új látványosság úgy kínál különleges élményeket, hogy közben harmonikusan illeszkedik a tájba, és nem veszélyezteti az erdő idős fáit. Az idei évben Karcag városában a karcagi parkerdőnek a további fejlesztésére esett választásunk, és itt akarunk további attrakcióval bővíteni az ide látogatóknak a figyelmét felkelteni. A lombkorona tanösvény az itt egy eszközként tekintünk, egy turisztikai eszközként, ami azt a célt fogalmazná meg, hogy az ide látogatók megismerkedjenek az helyi erdőkkel, a helyi erdőknek a történetével. Belepróbálunk csempészni a lombkorona tanösvény megépítésébe több ilyen szakrális, kulturális, helyi néprajzi motívumot,
illetve akik ide jönnek, azok a gyakorlati madárvédelemről tanulhatnak, és amikor kellemes sétával ezt az akadálymentesített lonkoron tanúsvényt úgymond leküzdötték, a végén megpihenhetnek egy attraktív környezetbe, ahol gyerekeknek játszótér, a további sporteszközök fognak rendelkezésre állni, madárítató, és egy szép környezetet próbálunk teremteni. Az építkezés ideje alatt várhatóan 2017. november 15-éig a munkafolyamatok által érintett idős erdőrész nem látogatható, a futók számára egy ideiglenes futóútvonal kerül kijelölésre a fiatal erdőn keresztül. Kérjük, hogy figyeljék a helyszínen kihelyezett táblákat és szalagos jelzéseket. A futók, akik eddig is használták, és meglepően sokan használták örömünkre ezt a múcsúzott pályát, az erdő talaját, azt felfrissítve szintén vissza fogják kapni. Ezt az egész lonkoron tanúsvényt úgy terveztük, hogy a idős fákat, amiket még 1948-ban ültettek, ne kelljen kivágni, és az a lombkorona úgy kanyarogjon, hogy minél közelebb ezek a fákhoz, de a ő védelmük mellett. Járószintje az 5,5 körül lesz, így lehet mondani. Az a szerencsénk, hogy ez egy agyaggödör, és az agyaggödörnek eleve van egy 2 méteres mélysége a kitermelés után, és ebbe a gödörbe telepített erdő igen szépen növekszik, és gyakorlatilag úgymond hátteret szolgáltat, és azt mondom, hogy Karcag igenis büszke lehet erre az erdőre, mert a környéken nincs ilyen szép tölgyerdő, mint ez a ligeterdei kiserdő. A kivitelező ősz végére vállalta a munkák befejezését, és utána szeretnénk ezt egy átadás után a ide látogatóknak a rendelkezésére bocsájtani. Próbáltunk minél több karcaggal összefüggő látványelemet megvalósítani. A látványterven látszik például egy domb, ami akár egy stilizált kunhalomnak is tekinthető, illetve a kunhalomnak a bejáratánál egy úgynevezett karcagi csatkarika, ami a 14. századra datált régészeti lelet, és az az érdekessége, hogy a legrégibb és leghosszabb egybefüggő hieroglif írásjelekkel íródott, és gyakorlatilag ez egy a székely kun és a szepei népeknek egy ilyen összetartozását jelképezi azzal, hogy olyan írásjel motívumok jelennek meg, amik ugye az azonos eredetet fejezik ki. A karcagi parkerdő hamarosan még több élménnyel várja majd önöket, addig is megköszönik a türelmüket és megértésüket, áll a NEFAK közleményében. Igazi strandidő lesz augusztusban, ugyanakkor néhány fontos szabályról nem szabad megfeledkezni. 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a tűzőnapon, ugyanis nagyon magas lesz az UV-sugárzás. Gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, ha szabadban tartózkodunk. Viseljünk napszemüveget, hordjunk szalmakalapot. Hűtse lakását, napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt, lehetőleg éjszaka szellőztessen. Csak a szükséges mértékben használja az elektromos készülékeket és a világítást is. Ha van légkondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot. Ha a fent említettek nem valósulnak meg, lehetőség szerint töltsön el legalább 2-3 órát légkondicionált helyen. Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a legmelegebb órákban. Már most gondoljon arra, hogyan hűtheti le lakását a jövőben hideg festék, párologtató zöld növények segítségével. Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan és fogyasszon sok folyadékot, előzze meg a kiszáradást. Gyakran zuhanyozzon vagy fürödjön langyos vízben. Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben. Viseljen világos, természetes alapanyagú bőruhát. Ha a napra megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget. Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne várja meg, míg szomjas lesz. Ne fogyasszon alkoholos és magas cukortartalmú és koffein tartalmú italt. Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadék szükségletet. Ellenőrizze testhőmérsékletét, tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten.
Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy többféle gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal forduljon orvoshoz. A Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdőben tevékenykedő egyéni vállalkozót kérdeztünk arról, hogy szinte még most indult a szezon, mire számítanak, megéri-e üzemelniük a nyári szezon alatt, Brehó Mónika tudósítása következik. Milyen az idei szezon? Hogyan értékeled az elmúlt évekhez képest? Ugyan még ugye most jön augusztus, de már azért lehet látni dolgokat. Hát én bízok benne, mert ugye most kezdődik még csak a hétvégétől úgymond az igazi fürdős szezon. Hát, hogy ez sokkal jobb lesz, mint az előttünk lévő volt, mivel nagyon sok esős, csapadékos időjárás befolyásolja ugye a strandra jövőket. Ilyenkor ugye nem veszik igénybe a fürdő szolgáltatásait, de bízok benne, hogy az elkövetkezendő napok több vendéget fognak hozni, jó lesz az időjárás, megfelelő lesz, és próbálunk a kedves vendégek igényeit mindenféleképpen kiszolgálni. Visszajáró vendégek-e, vagy most vannak itt először a strandon? Hát igen, már mi 27 éve minden nyáron ide járunk. Ez 27 év alatt kétszer nem voltunk itt, több nyarat mindig itt töltjük. Akkor igazán van arról tapasztalatuk, hogy az elmúlt évekhez képest mennyiben változott Berekfürdő, maga a község, a strandfürdő területe, a szállásadó helyek, a programok és így tovább? Hát nagyon sokat változott, hál' Istennek, mert ez előnyére válik Berekfürdőnek, mert nagyon szép. Medencét csinált, megcsinálták a fedett tűszobát, fedett élményfürdőt csináltak, meg a ékermedencét is felújították. Nagyon jó. És itt a szobákat is teljesen átalakították, vizes blokkal minden megvan benne, ami kell. Honnan hallott a Berekfürdő hírét? Hát ezt véletlenül hallottam, ezt egy kedves vendégemtől. Hallottam és ellátogattam, hát először nem autóval jöttem, hanem egy ilyen csoportos kirándulással, és a faluba laktam, és utána eljöttem, és szétnéztem, és gondoltam, hogy fogok jönni ide. És utána aztán kezdtem egy kis busszal járkálni, és utána pedig lakókocsit vettem, és letelepítettem. És ez már 6 éve van ez a lakókocsim, és azóta rendszeresen 2 hetente itt vagyok. 2 hetente jön, és mennyi időre érkeznek? Hát általában 2 éjszakát vagy 3 éjszakát szoktunk itten ülni, tehát 2 hetente hétvégén, de augusztusban van egy egyhetős szabadság is akkor. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!